2016-ban ünnepli fennállásának 15. évfordulóját a Budapesttől 35 kilométerre Domonyvölgy szívében található Lázár Lovas Park. A családi vállalkozásban működő program és rendezvényhelyszín tulajdonosai Lázár Vilmos és Lázár Zoltán többszörös fogadhajtó világbajnokok. Ilyenkor egy ilyen évforduló alkalmával az embernek eszébe jutnak a régi dolgok. És elég sokat fölemlegetjük azt a pillanatot, amikor kerestük az új hazánkat, eladtuk a 17. kerületi birtokot, és Molnár Laci barátommal, aki szintén itt köszöntök a köreinkben, jártuk a környéket. Zoli testvérem, én, édesapám és a Laci, és kerestük azt a helyet, ahova elköltözzünk a lovainkkal. És tényleg egy ilyen fantasztikus, katartikus pillanat volt, amikor itt ezen a Rozoga bekötő úton beérkeztünk ebbe a gyönyörű millióbe, gyönyörű környezetbe. Persze nem így nézett ki, romos épületek fogadtak itt minket, de egy ilyen igaz, ilyen melbevágós érzés volt, és abban a pillanatban úgy éreztük, hogy ide megérkeztünk, és utána beszéltük egymás között, hogy ez az érzés, ez külön-külön mindannyiunkban megvolt. Ugyanúgy megvolt édesapánkban is, aki nagyon-nagyon megszerette szintén ezt a helyet. Rengeteg időt töltött itt, sajnos csak 5 évig élvezhette. Idősebb Lázár Vilmost a fogadhajtásban az Aranykovács néven emlegették. Nem volt művelője a fogadsportnak, de megteremtette a lehetőséget fiainak a világsikerhez. Üzleti sikerei, józan törekvése és a család szentsége adták az alapot vállalkozása felépítéséhez, eredményeként dicsfényben csillogtatva hazánkat és a magyar fogadhajtósportot. Halálának 10. évfordulóján családja a Lovasparkban kápolnát építetett emlékére, melyet április 23-án szenteltek fel. Mi egy családi vállalkozásban dolgozunk, tehát a család közösen. Sajnos a férjem már ő kiesett ebből a vállalkozásból, és hát úgy gondolom, hogy ezt visszük tovább. Mindenki megkérdezi tőlünk, hogy mi lesz vele, amikor a férjem elment, és mindenki megkérdezte tőlünk, hogy mi lesz veletek. Hál' Istennek olyan ember volt, aki átadta a családjának. Átadta az egészet, mert azt mondta, hogy ő beteg, ő nem biztos sokáig fog élni. Ő gondoskodott mindig a családjáról. Amikor meghalt, ugye ez 10 éve történt, akkor a család megfogadta, hogy csinálunk valami emlékhelyet itt Domonyvölgyben az ő tiszteletére, az ő emlékére. Ugye szerettük volna, hogyha a földi maradványai Domonyvölgyben kerülnek végső nyugalomba helyezésre, de az ő akarata volt, hogy a szüleihez közel szeretett volna lenni, így a kőbányai temetőben nyugszik, de úgy gondoltuk, hogy építünk egy kápolnát az ő emlékére, az ő tiszteletére, és mivel, hogy ugye 15 éves a Lázár Lovaspar, 10 éve hunyt el édesapánk, úgy gondoltuk, hogy ez az az alkalom, ez a pillanat, amikor ezt a kápolnát megépítjük. Amikor ezt a Domonyvölgyet megvette, akkor azt mondta, hogy ő szeretne ide egy kápolnát építeni. Tehát ez az első gondolat az övé volt, hogy építsünk egy kápolnát. Nem vagy meghalt, és erre nem került sor, és úgy gondolták a fiaim, különben a két fiamnak volt ez az ötlete, és ők mondták nekem, hogy anyu, akkor megépítjük ezt a kápolnát, mert hogy 10 éve hunyt el a férjem, és akkor így. Nagyon sokat dolgoztunk vele, a belső berendezést azt rám bízták a fiaim, úgyhogy azt én csináltam. A kápolnát a lovasok védőszentje Szent György tiszteletére avatták fel. Nyilván ezt a lovasok nagyon komolyan veszik a világban, és megnéztük azt, hogy állnak hozzá. Hát vannak olyan országok, ahol Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, ahol szabadnapot kapnak intézményesítetten az ottani nemzeti szövetségek részéről, nem is rendeznek versenyt azokon a napokon, szabadnapot kapnak a lovak, és arra gondoltunk, hogy mi is szeretnénk egy hagyományt teremteni ezzel kapcsolatban, és minden Szent György napkor egy lovas misét szeretnénk majd tartani, hogy majd itt sorakoznának föl, ahol egyébként most a Lázár Lovas Park lovasai állnak, hosszú tömött sorokban sorakoznának majd fel a lovasok, és ezt minden április 24-én meg szeretnénk majd tartani. Mindenható örök Isten, a te szent áldásod szálljon le erre a helyre, szent lelked kiáradása által szenteld föl és oltalmazd szent kegyelmeddel ezt a helyet. Legyen ez a kápolna, az imádságháza, onnan a te irgalmas jóságod, a te békéd, a te örömöd, és a te végtelen szereteted kiárad. Mindazokat az embereket, akik ide betérnek, szent hajlékodban,
erősítsd, bátorítsd, vigasztald őket. Vezesd őket az igaz hitre, s add, hogy földi zarándok útjuk során a te jeleid legyenek a világban, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Áld meg, Urunk, ezt a kápolnát. Vili mondta, hogy hívja meg a férjemnek a volt barátait, tehát azokat a lovas barátokat, ahonnan kezdtük ezt az egész lovaszást, Mezőhegyesen, Mezőhegyesről, Kecskemétről, azok a barátok, akikkel együtt lovasztunk és együtt csináltunk mindent. És olyan boldogan, hát volt, aki majdnem, hogy könnyezett azért, hogy Istenem, rám gondoltál, és itt lehetek, és tényleg most is mondják, hogy akkora nagy dolog ez, hogy itt lehetnek ezen az eseményen. A kápolna szentelést követően a lovasparknak az ünneplésre is okot adott az évforduló, hiszen a vállalkozás elmúlt 15 évét számtalan eredmény, siker gazdagította. 2002-ben még körülbelül csak 5-10 ezer vendégünk volt, mára ez a szám meg tízszereződött, tehát tavaly túlléptük a 100 ezer fős vendégszámot is. Elindultunk egy csárdával, a középső csárdával, amit mögöttünk van, ami aztán folytatódott rögtön rá a következővel, a tornácos csárdával, és 8 év után már annyi vendégünk volt, hogy a tornyos csárdát is meg kellett nyitni, és ezáltal már közel 800 főt le tudunk ültetni egy helyen. Természetesen emögött azért sok munka van, nem csak marketing, hanem valóban élő munka, hiszen azért ennyi vendéget kiszolgálni, ez egy jó csapat kell, tehát felépítettünk egy nagyon jó csapatot. Kezdetektől itt van a főszakácsunk, a Madarász Balázs, Szegedi Gábor, aki a lovas csapatot irányítja, illetve hát a felszolgálók és a csapat többi része is azért régóta kiveszi ebből részét. Mindig minden évben valami kis újdonság készült, talán a legújabbakat megemlítve, a lovaspálya átalakítása, ugye rögtön az első évek után ugye elkészült a múzeum, a falusi udvar, ahol az őshonos állatokat mutatjuk be, felújítottuk a bútorokat, kis hidak, kis kandelláberek kerültek ide-oda, újabb díszítő elemek, a kert egyre szebb lett, ugye ezek a fák, amit körülöttünk voltak, ezek mind körülbelül egy méteresek voltak, vagy ennél is kisebbek. Nyilván ezt az idő is hozta, de igazából rengeteg díjat is összegyűjtöttünk, amikre büszkék vagyunk, hiszen harmadszor kaptuk meg idén a Magyar Turizmus minőségi díjat, ami egy 500 minőségi kérdésnek és szempontnak megfelelő ellenőrzés alapján áll össze, de tavaly elnyertük újból a Magyar Termék nagy díjat is, a Magyar Gasztronómia és a Magyar Lovashagyományok bemutatásáért, sőt a Magyar Beutaztató Irodák Szövetségétől az év rendezvény, illetve az év vendéglátóhelye díjat is elnyertük. És emellett rengeteg olyan protokoll rendezvényünk is van már évről évre, amik azt mutatják, hogy valóban rangos helyszínként elismert ez a lovaspark. Tavaly több sportprotokoll eseményünk volt, itt volt a Korongvadász Európa Bajnokság nyitógála rendezvénye, az egyetemi rögbi bajnokság, Európa Bajnokság megnyitója, de hát évről évre több protokoll esemény is van. Amit még kiemelnék így az évek alatt, az EU elnökség alatti protokoll rendezvények, amikor fél éven keresztül körülbelül 19 komoly protokoll delegáció fordult meg nálunk, többek között az ECOFIN, tehát Európa összes pénzügyi és gazdasági minisztere itt vacsorázott nálunk egy díszvacsora keretében. De hát egészen a kis gyerekes kirándulásoktól, az óvodásoktól kezdve a egyre különböző desztinációkból érkező csoportokon keresztül, lásd India, Izrael, Tájván, Kína, a protokoll eseményeken át az esküvőkig, ugye sok híres esküvőnk is volt az évek alatt, Pindrok Csaba, Verebes Linda esküvőjétől kezdve, tavaly a Sláger FM riporterei, illetve hát hosszú lenne a sor.
A jubileum alkalmából rendezett Szent György napi vigadalmon hagyományőrző lovas bemutatóval, néptánc és népzenei műsorokkal, lovaskocsikázással, pónilovaglással, állatsimogatóval, gyermekkalandparkkal és kézműves foglalkozásokkal várták a vendégeket Domonyvölgyben.